2200 embert mozgatott meg az elmúlt szombaton rendezett kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvény sorozat, amelyhez immáron negyedik alkalommal kapcsolódott a Dunajvárosi Művelődési Központ. Ez a rendezvénysorozat arról szól tulajdonképpen, hogy minden egyes intézmény, aki megteheti, éjjel-nappal nyitva van, és bemutatja a kis közösségeit, és mi ebben az évben a gyermekes családoknak kedveztünk a mai napon, tegnapi nap volt egy könyvbemutatónk, ebben az évben most már második könyvbemutatónk volt fontosabban, tehát ez is a kultúrházak éjjel-nappal keretében, tegnap nyitott nap volt a Vasas Tánc Együttesnél, egy felnőtt tagot toboroztunk is, tehát sikeres volt. Mai nap folyamán, tehát mint említettem, Farsangi Játszóház kézműves foglalkozás volt, egy ilyen törpe tipegős néptáncot is, mert ugye a Szívem Csücske az még mindig a Vasas Tánc Együttes, a néphagyományok tartottunk, és pillanatnyilag is zajlik a Senior Örömtánc nevű folkkocsma rendezvényünk. És mindegyik program rendkívül népszerű is volt, melyeken a legapróbbak mellett a szülők is lelkesen vettek részt. Volt, aki már évek óta. Annak ellenére is, hogy nem helyi lakos. Hosszú évek óta veszünk részt ezeken a hétvégi foglalkozásokon itt Dunaújvárosban. Mi Dunaföldváról érkeztünk, tehát még nem is helyi lakosok vagyunk, és interneten keresztül szoktunk tájékozódni a helyi rendezvényekről. A nyári táborozásokról mind a két gyerkőc rendszeresen vett részt a nyári táborokon, ezeken a hétvégi kézműves foglalkozásokon, és ennek a jelentőségét abban látom leginkább, és ennek az értékét, hogy a mostani rohanó világban ez egy akkora kincs, hogy együtt lehetünk, és a gyerekekkel közösen készíthetünk olyan kis közös kreatív dolgokat, amikre otthon igazából a hétköznapokban is lehet, hogy még hétvégén sincs nagyon lehetőség. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek és a segítőknek, hogy ezt biztosítják a részünkre. A lehetőséggel pedig élt is mindenki, aki csak tudott, a legkülönfélébb korosztályból. Ennek fényében kreatív alkotásokban nem is volt hiány. Milyen színeket használtál? Bajna, kék, piros, arany, piros, meg bőrszín. Őket pedig az idősebb korosztály követte Senior Örömtánccal a Folkkocsma rendezvénysorozat részeként. 3-4 ilyen rendezvényünk lesz, bocsánat. Másodikán lesz márciusban a Talpra Magyar, itt egyértelműen a magyar táncházunk lesz, utána a szerb-horvát, tehát délszláv táncok következnek, aztán az ősz folyamán jönnek a görögök hozzánk, és lesz egy októberfest, egy mini októberfestünk, októberben folkkocsma jelleggel szintén, és a következő táncoktól már élőzenés táncházakkal megy a folkkocsmánk, és gasztronómiai különlegességet fog a büfé hozzá kínálni, hogy ugye megismerjük a népek táncait. Ennek fényében tehát nem csak a mozgás, hanem a kultúra és a gasztronómia szerelmeseit is várja a Művelődési Központ a következő folkkocsmába, március 2-án.